A magyar nemzetnek voltak és vannak olyan halottai, akik számára nem adatott meg a temetéssel járó végtisztesség, akik idegen földben, zömében, tömegsírokban nyugszanak, akiknek nem jutott sírkereszt, s akikre évtizedekig csak szűk körben lehetett emlékezni. Ilyenek a tragikus sorsú második magyar hadsereg Dónhoz kivezényelt, s onnan soha vissza nem tért honvédei és munkaszolgálatosai is. A mai napig is csak hozzávetőleges adattal szolgálhatunk az 1942-43-as Don-menti harcok veszteségeiről. Körülbelül 120-125 ezer vöröskeresztes értesítést kézbesítettek egykoron az alábbi szövegezéssel. Hősi halált halt a Korotojak környéki harcokban, Urívnál, Kosztyenkinél, Timnél. Eltűnt 1943. januárjában a visszavonulás alatt. Meghalt a kijevi, lembergi, varsói katonai kórházban. Rájuk emlékezve sírjaik, tömegsírjaik, eltűnésük helyeit kutatva indult ki egy kis csoport Nyíregyházáról ez év július 2-án. Özvegyek, apák nélkül felnőtt fiak, egykori katonatársak, s a Don-menti hősi halottainkért csak tisztelegni kívánunk. A kis csoport vezetője egy 30 éves fényes Ritkei tanár, Márta Tibor volt. Soha nem látott nagybátyja emlékének adózott immáron másodízben. A tavalyi, a maga nemében első Dóni kegyeleti utat is ő szervezte. A kis zarándok csoport ötnapos Don-menti tartózkodása és titkos vágyként egy kópjafa felállítás reményében vállalkozott-e hosszú és fáradtságos útra. Hogy a megkopott fotók, térképek s az emlékezet majd elvezérli őket oda, ahol az elvesztett, szeretett hozzátartozó az egykori katonatárs utolsó útját járta, ahol feltételezett sírja található. Van még benne? Na, megyek oda, de ne a gyertyáról el kell mondanom, hogy azért ilyen csonka, egy nevezetes gyertya, június 30-án Gödöllőn égett a szabadságnapi ünnepségek során. Néha egy Grind János áldott emlékére szabad ország, szabad polgáraként nyugodj békében.
ezt nem lehet elérni. Ilyen is. Lódi. Ennyi emberi. Soha nem gondoltam, hogy én ide elkerüljek. Ezeket a jó bajtársakat, a sírja helyét meglátom, soha nem gondoltam. Pedig fényképen is volt volna, és megvan a fénykép, és megtaláltam. Milyen jó érzés ez. Nem? Igen, beszakadt, úgy látszik a koporsó idővel, és akkor ide dobták. Nem, nem volt itt koporsó, csak gödör. Hát, de volt, mikor még álló harcok voltak, akkor még mindenki koporsóba temettek el. Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásson a vétkeinket, miképpen mit nem bocsásson a velünk vétkeinket. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg gonosztól. Amen. Itt van ez az a hely, ahol a fénykép, két ablak, és utána ez a Igen. Mennyire tetszik várni erre a pillanatra? 49. A vőlengényen van itt lefényképezve, ugye? És ez a kiálló pillér pedig az épület vége. Ott látszik itt a képen. Isten adj meg a
egriek, akik ugyancsak ide jönnek, mert el fognak ide jönni lélekben. A miskolciak, a hetesek, akik szintén a 13. gyalogezredbeliek, a 23. gyalogezred a losonciak, és ez pedig a saját inkább talán azt mondanám, hogy a saját kötelességem, a saját zászlóaljamnak, a 13. gyalogezred második zászlójának az elesettei részére.